A Tolnai Értéktárbizottság fennállása óta több mint 60 helyi értéket vett Lajstromba. A testület az elsők között alakult meg Tolna megyében, és munkájának eredményeként ma már a helyiek is segítik ötleteikkel vagy kidolgozott anyagokkal a testület munkáját. A vízpartról is látható a mai napig működő 84 éves Mádi Kovács Zsilip. Ez is bekerült most a Tolnai Értéktárba. Milyen alapján választjuk, ez mindig attól függ, hogy milyen segítőink vannak, ki az, aki éppen elő tud készíteni egy anyagot. Tehát igazából nem rendszerezzük azt szerint, hogy most mit, hanem amit éppen sikerül feldolgozni, vagy ami elkészül beadásra, azokat folyamatosan visszük be az értéktárba. A Mádi Kovács Zsilip. Azért ennek története olyan, hogy a Duna szabályozással kötődik össze, és ugye, mint tudjuk, 1856-tól lett a Duna, illetve hát az új medrébe folyik a Duna. Ezáltal Bogyiszló bekerült a Duna, Hol, Duna és Sió közé. Gyakorlatilag a Duna egyik partjáról átkerült a másikra, innentől az elérhetősége gyakorlatilag vízi úton történt, tehát ehhez egy következő lépésben a híd készült el. Majd ezt követően az ármentesítés és egyéb okok figyelembe vételével Zsilip is került a rendszerbe, és ez Mádi Kovács Imre nevéhez fűződik. Ezt 1938-ban adták át, hát azóta így Bogyiszlóval a megközelítése a vízi úton túl megoldódott szárazföldön, és ez azóta is működik. Már felújításon volt, jól emlékszem 2010-ben egy felújításon esett át, de azóta is hát ez Tolnához kötődik, tehát azért elég régi története van. Ezen kívül a sárgalábúak futballcsapata is az értékek közé került. A tolnaiak foci története egészen 1900-ig nyúlik vissza. 1900-as évektől Tolnán már nagyon jelentősen a futball és minden egyéb sporttevékenység megjelent. Háború, ez az amaz, mindig újraélesztették, újra indult, de mindig voltak lelkes fiatalok, lelkes követők, akik folyamatosan újraélesztették, és hát a nagyon komoly sportélet folyt. Egyszer sikerült, és onnan van a sárgalábúak aranycsapata, hogy sikerült megnyerni a bajnokságot, mert ez azóta már most a jelenlegi sportegyesületének a nevét viseli 1991-től, azóta már ismét sikerült bajnoknak lenni, tehát a tolnai focinak a története az 1900-ig múlik vissza. Most azért azt tudjuk, hogy Tolnán nem csak a futball, hanem azért jelentős sportélet, ha visszatérünk arra, hogy az előbbihez a Zsilip résznél is, amikor a Duna átvágás megtörtént, maradt itt a Holduna, azért rengeteg sport kötődött ide is, a vízi sportok, úszások, korcsolyázások, minden egyéb. Ma jó részt a kajakosok és a horgászok használják, de ugyanígy azért jelentős Tolnánál, hát akármelyiket nézzük, a kajakosok, az asztaltenisz, a kézilabda, tehát jelentős sporttörténete van. Három tolnai kötődésű festőművész alkotói munkássága is helyet kapott a tolnai értékek között. Molnár M. György, Mózsi néven ismert festőművész, aki, hát mind tolnai születésékről beszélünk, Tolnán született, Tolnán volt a munkássága, nagyon fontos az életében a fiataloknak a segítése, az irányítása, az iránymutatása, rengeteg kiállítása, nagyon-nagyon sok díjat és egyebeket gyűjtött be, mondhatni, hogy a későbbi fiataloknak is példaképe volt, sőt a mai napig is az, és mondhatni, hogy nagyon sok festő, neves festő került ki a kezei körül. Jelentős alkotói műveket hozott létre, rengeteg kiállítása volt, ahol a közönséggel meg tudta mutatni a műveit, a gondolkodását és felépítését a munkásságának. Azon kívül, hogyha hát több alkotói díjjal is rendelkezik, többek között Babits emlékdíj,
megyei díjak, amiket megkapott. A tolnai születésű Stiszovszky Szilárd munkásságát is elismerték most ezzel. A festőművész 1948-ban született Tolnán. Az általános iskolai tanulmányait a településen végezte. Tolnai születésű Budapesten élő. Az ő esetében is elmondható, hogy példaképe volt, aki igazából a pályáján elindította és segítette, és talán ezért is, hogy az előbb említettem a Molnár M. Györgyöt, hogy a Molnár M. György, aki meghatározó volt az életében, és munkásságával akár a megyének, akár a városnak a nevét öregbíti. Szili Géza festőművész munkássága is immár a tolnai értékek sorát gyarapítja. A művész 1938-ban született Tolnán. 1966-ban diplomázott a Magyar Iparművészeti Főiskola festőszakán. Azóta állít ki rendszeresen bel- és külföldön. Munkásságát számos díjjal ismerték már el. A Szili Géza úgy szintén egy tolnai születésű, Tolnához és a megyéhez kötődő festőművész, aki munkásságával hozzájárul szintén Tolna megismeréséhez, a megye megismeréséhez. Munkássága nagyon jelentős, mind három festőművész esetében, aki felterjesztette a Rül Gizella és a tolnaart.hu-n a munkásságuk teljes egészében megtekinthető. Vosinski Mor apát, plébánost, régészt, múzeum alapítót talán nem kell bemutatni senkinek. Az 1854-ben Tolnán született szakember munkássága is ott van a tolnai értékek között. Szintén tolnai születésű, aki jelen esetben, tehát a papi pályát választotta, mellette régész és múzeum igazgató. A régészetét 7 éven keresztül csinálta, rengeteg értékes dolgot Aponyai József gróffal együtt csinálták. Került a birtokukba, és azért egy kicsit a dátumra kell, 1894-től ő Szekszárdban a plébános, és 1895-től pedig nagyjából 5000 darabot tartalmazó régészeti és egyéb leletét felajánlotta, hogy múzeum alapításra ajánlja fel a múzeumnak, és így megalapították Tolna megye múzeumát, amely az ő vezetésével működött hosszú ideig. Azon kívül azért hát ezt tudni kell, hogy nagyon sok utca, sok Tolnán iskola viseli a nevét, utcák viselik a nevét, és jelentős minden téren ismerté vált és meghatározó a megye is. Számos tolnai dolog kapott tehát helyet az értékek között, mely felidézi a város közel 120 évének történetét. A következő riportunkban beszámolunk majd azokról a tolnai kincsekről is, amit a bizottság majd feltár.